Egy vállalat, amikor azt mondja, hogy ő fenntarthatóan viselkedik, illetve hogy próbál törekedni arra, hogy minél kevesebb környezetterhelése legyen, minél felelősebb legyen, akkor nagyon fontos, hogy a felhasználókat is tudja erre oktatni, hogy ők is tehetnek azért, hogy megóvják a földet. A Henkel számára nagyon fontos, hogy a társadalmi felelősségvállalásban is részt vegyen, és ezt valahogy a fenntarthatósággal kapcsolja össze. Ez a program, amit 2013-ban indítottunk el, egyrészt a gyerekeknek szól, ami azt gondolom, hogy nagyon különleges, egy interaktív program, és önkéntességi alapon zajlik, tehát minden egyes Henkel munkavállaló vállalhatja ezt a szerepet. Fenntarthatósági nagykövet lehet, egy tréninget kell végighallgatni, teszteket kell kitölteni, kérdésekre kell válaszolni, és hogyha ezen az online képzésen valaki sikeresen részt vett, akkor kap egy bizonyítványt arról, egy Henkeles bizonyítványt, hogy képes arra, hogy ezt továbbadja a gyerekeknek, és vállalhat önkéntességi programot. Hozzám jönnek a jelentkezések, én tudom mondani, hogy merre kell kattintani ahhoz, hogy az ember elvégezze ezt a tréninget. Hozzám jönnek a kérések, hogy ebbe az iskolába szeretnének elmenni, ekkor oktatni, ennyi pólóra van szükség, ilyen matricára. Általában én írom meg az okleveleket. Általában a negyedikesekhez szoktunk menni, 8-9 éves diákokhoz. Több mint 1300 gyereket értünk már el ezzel a képzéssel. 30 iskola, 40 néhány tanóra, és az ország minden táján. Különböző játékokat szervezünk nekik, hogy megmutatjuk, hogy itt van a sárga kuka. Tudjátok-e, hogy a szelektív hulladékgyűjtés során milyen hulladékot kell ebbe beledobni? Mindenképpen hiánypótló ez az óra, nagyon nagy igény van az iskolák részéről ilyen tanórák biztosítására. Remélem, hogy amikor a gyerekek felnőnek, akkor is emlékezni fognak még ezekre az oktatásokra, és ők is majd ennek tudatában fognak élni. A jövő az a szemünk előtt itt nő fel, tehát mindenképpen velük kell beszélgessünk erről.